Néha-néha fel kell kerekednünk, útra kelnünk, mindegy hova, a valóságban vagy a lélek tájain, az emlékezetünk segítségével, hogy visszataláljunk romlatlan önmagunkhoz, írta Krúdi Gyula. Magyarország keleti felének egyik legjellegzetesebb tájegysége a Szatmárbereg. A tiszamenti kis folyócskákkal szabdalt vidék az ország egyik leghangulatosabb és legvendégszeretőbb vidéke, amely kitűnően alkalmas vízitúrázásra és a kedvelt szabadvízi strandok is jó időtöltést jelentenek az ide látogatóknak a nyári időszakban. Az év bármely szakában megtekinthető műemléktemplomok és irodalmi emlékhelyek teszik még tartalmasabbá az itt eltöltött napokat. A tájegység otthon a több gyümölcsnek is, így például a messzeföldön híres naményi jonatánalmának, vagy a népnyelvben csak nem tudom szilvaként ismert Penyigei Szilvának és a Milotai Diónak. A Szatmár-Beregi tájegység kiváló lehetőséget biztosít az aktív turizmus különböző ágainak a művelésére, valamint a helyi termékekre épülő ökoturizmusra is. A térségben található folyóknak köszönhetően az aktív turizmuson belül lehetőség van a víziturizmusra, a fürdőzésre, strandolásra, természetjárásra, a gyalogos és kerékpáros turizmusra, a horgász és vadász turizmusra, valamint a lovas turizmusra is. A Szatmár-Beregi régió folyói, a Tisza, a Szamos, a Túr kiválóan alkalmasak a vízitúrázásra. A Tiszához Magyarország második legnagyobb folyójához kapcsolódik minden év júliusában a több mint 50 éves múltra visszatekintő nemzetközi Tisza túra. Kellemes vízitúrák tehetők a Vásáros Naménnál, a Tiszába torkoló Szamoson és az egyes szakaszokon vadregényes és romantikus környezetet biztosító túron is. A régió nagy folyói a Szatmár-Beregben kiváló alkalmat kínálnak fürdőzésre, strandolásra is a vizek szerelmeseinek. A tiszamenti táj ártéri füzeseivel, érintetlen szépségével megragadja a látogatókat, a vízparti fürdőhelyek nagy felületű homokos partja, remek napozóhelyek is, amit derült időben reggeltől estig élnek a napsugarai. A tiszamenti szabad strandok közül messzeföldön híres a Tivadari és a Gergely ugornyai. Egy táj természeti szépségeinek megismerésére a természetjárás, a gyalogtúra tökéletes alkalmat kínál. Akik a Szatmár-Beregi táj felfedezésének ezt a módját választják, szabadon barangolhatnak a háborítatlan természet, a csend és a harmónia világában. Kerekedjen fel, pattanjon két kerékre és keresse fel Magyarország keleti tájának, a Szatmár-Beregi országrésznek legszebb tájait. Egy Szatmárcsekéről induló és turistvándit Penyigét, Fehérgyarmatot, Kisart, Nagyart, Tivadart, Tarpát, Márokpapit, Beregdarócot, Csarodát, Tákost, Gergelyugornyát érintő és Vásárosnaményban befejeződő, közel 100 kilométeres úton, 3 nap alatt a Szatmár-Beregi régiót végigkerekezve megismerkedhetünk a tájegység természeti és épített örökségeivel. Szatmár-Bereg kiváló lehetőséget kínál a horgász és a vadász turizmus kedvelőinek is. A Tisza, a Túra, Szamos, a Kraszna és a hozzájuk kapcsolódó holtágak, valamint a tájegység mesterséges horgásztavai várják a sporthorgászat szerelmeseit. A vadászat hódolói apró és nagy vadakat egyaránt puskavégre kaphatnak itt. A tájegység vonzó vadászati kínálatát az évente visszatérő külföldi vadászok is visszaigazolják, akiket egyre színvonalasabb szálláshelyek várnak. A térségben kiemelkedő a Bocskerek erdő és az ehhez kapcsolódó Csarodai erdő, valamint Barabás térségének gím, dámszarvas és vaddisznó állománya, amely terület a Bocskerek vadásztársaság kezelésében áll. Szatmár-Bereg az alföldi tájak egyik legszebb és legváltozatosabb területe. A lovasember számára igazi paradicsom ez a terület, az ide látogató szabadon lovagolhat az erdőkön, homokdűnéken át, a mezőket átszelő töltéseken és a Tisza mentén. Lóhátról megcsodálhatja az érintetlen természetet és kipróbálhatja az ártéri visszhangot, a lovasturizmus fejlődésére kiváló lehetőséget kínálnak, a folyókmenti töltésfejlesztések és a lovas fogadóhelyek számának növekedése. Az évszázadok során a tájegységben folytatott természetközeli gazdálkodás eredményeként alakult ki a vidékre napjainkban is jellemző mozaikos tájszerkezet.
A hajda nagyrészt erdő borította terület az erdőirtások után a legeltetéses állattenyésztés és a gyümölcstermesztés helyszíne lett. A táj a mai napig sokat megőrzött egykori arculatából. Élőhelyeinek növény- és állatvilágának gazdagságát jelzi a védett természeti területek magas aránya. A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet 1982-ben, a Kaszonyi-hegy természetvédelmi terület 1991-ben alakult. A tájvédelmi körzet legértékesebb részei, például a tőzegmohalápok, a láperdők vagy öreg erdőállományok, fokozottan védettek, látogatásuk csak engedéllyel és szakvezetővel lehetséges. A régióban található Magyarország 7 naturparkja közül az egyik a Szatmár-Beregi Naturpark, amely a természetvédelemben a fenntartható turizmus modelljének meghonosításában játszik szerepet. A szatmári és a beregi sík nagy része természetvédelmi oltalom alatt áll. A térségbe látogatók számos különleges növény és állatfajt tekinthetnek meg. A természeti látványosságok közül kiemelkedik minden év nyarán a tisza virágzás. Ennek a méltán híres, páratlan és egyben csodálatos jelenségnek a megtekintésére messzi földről is sok érdeklődő érkezik ide. A Szatmár-Beregi tájegység jellegzetes gyümölcse és egyik legnagyobb kincse a szilva. A térségben megtalálható szilvafákból álló fajtagyűjteményt a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület tarpai székhelyén lehet megtekinteni. A szilva a magyarországi házi kertek legelterjedtebb gyümölcsfája. Kizárólag a Szatmár-Beregi vidéken terem, a népkörében csak nem tudom, vagy penyigei szilvának emlegetett páratlan aromaanyagú szilvafajta. Az itt élők a hagyományos receptek szerint a különleges zamatú gyümölcsből késztermékeket, például lekvárokat, asszalványokat, pálinkákat állítanak elő, amelyek világszerte népszerűek. A pálinka hungarikum nevének használata védett az Európai Unióban. A területi hagyományokra, illetve a történelmi Magyarország örökségére való tekintettel a pálinka szó használatát 4 osztrák tartomány kivételével csak Magyarország számára engedélyezte az Európai Unió. A Szatmár-Bereg tájegységre jellemző sajátos gasztronómiájú vidék, ahol kiemelt helyet kap a szilva és a szilvalekvár. A térségbe érkező vendégeknek tavasztól késő őszig számos rendezvény, fesztivál biztosít kellemes időtöltést, amely egyben lehetőséget ad a helyi ízek megismerésére az aktív turizmusban elfáradt és kellően megéhezett vendégeknek. Az aktív és az ökoturizmus lehetőségei mellett a tájegység egyedi épített látnivalók sokaságával várja a turistákat, amelyek a magyar történelem különböző korszakait mutatják be. Számos szakrális műemlék található a térségben, amelyek közül kiemelkednek a Tiszahát református templomai. A világ számos országából érkező turisták megcsodálhatják a Túr Istvándi vízimalmot, a tarpai szárazmalmot és a szatmárcsekei kopjafás temetőt is. A Szatmár-Beregi Öko és Aktív Turizmus Klasztert 2012 tavaszán alakította 21 szervezet, 15 vállalkozás és 6 non-profit szervezet hosszas előkészítő munkát követően. Fontos célkitűzés, hogy a klasztertagok és a térség szereplőinek bevonásával hosszú távon élményturisztikai klaszterként tudjon működni.